Melyik az a fantasy hely, ahol a legszívesebben élnél? Fantasy hely? Soha országban. Nem tudom, úgy olyan vonzó volt. Nem azért, mert nem nőnék fel, hanem ott van egy ilyen kis közösség, akik tényleg mindenképp vigyáznak mindenkire, és hát igazából a saját szabályaik szerint élnek, és ez úgy megtetszett. Mondjuk a World of Warcraft játékvilágában, amellett, hogy nagyon szépen meg van csinálva, rengeteg lehetőség van ott is. Ezek szerint te szoktál bele játszani? Egy ideje már nem, de évekig folyton azzal játszottam. És milyen sikerrel? Jól ment. Mind az instázások jól mentek, mind az AHS-es. Fú, ahol az Aladdin-nél. Mert nagyon szeretem azt a mesét, az a kedvenc mesén, és nagyon szép az egész. Meg szeretnék egy tigrist. Én a Gyűrűk ura helyszínén, mert szerintem nagyon szép az új-zélandi környezet, ahol forgatták a filmet, és ez nagyon tetszett, úgyhogy azért szerintem. Szerintem mondjuk egy ilyen Gyűrűk ura-szerű világban. Nagyon szeretem az ilyen tündéket mondjuk, például az elfeket és a többi ilyen varázslényt. És a tündék nem is öregednek, és ez is tetszik. Sose öregednék meg, szép lennék. Hosszú hajam lenne, összejönnék Legolasszal. Hát én a saját elgondolt anyámon szeretnék élni, ahol nem is támadnak meg, mert a valóságban ez mondjuk veszélyes. Hát én a Roxfortot választanám. Én nagyon szeretem az animéket, és nagyon vonz a világuk, úgyhogy bármilyen olyanban, ami esetleg engem így nagyon megfog, vagy nagyon tetszik. Én vagy a Csillagok háborúja világában élnék, vagy pedig két Disney mesé jutott eszembe, az Atlantis és a Pán Péter Sahország. Ezek mind a három olyan, ami nagyon nagy hatással volt rám. Szóval mind olyan helyek, ahol nem kell aggódni igazán. Tehát Sahország főleg az el, ahol gyerek lehet az ember, és nem kell a felnőtt problémákkal foglalkozni. We'll be right back.